mondok azt mondja, hogy igen, diákok a becsebe. Na. Jó. Mi van? Nem hallom. Mi? Mit mondasz? De nem hallom! De ezerszer megmondtam, hogy nem utogass! Tangyar! Ez az az... Már forrok! Mi? Ne csináld! Jó, menjük. Akkor majd ezt itt megvárjuk. Oké. Okay. Na, várjuk. Jó, bocs, várj, még ne kezdj még, könyörgöm. Kedves diákok! A koronajárvány vírus miatt alaposan megváltozott az elmúlt hetekben az életünk. Egyrészt elkezdődött az online oktatás, tanítás és az online tanulás, ami részben szép, nemes, újszerű kihívás valamennyiünk számára, de időnként valljuk be, küzdelmes is. Nyilván nagyon sokan értesültetek róla, hogy lesz 2020-ban érettségi, de csak írásban fogtok számot adni az eddig megszerzett tudásotokról. Én arra kérlek titeket, hogy a nehéz körülmények... Ne igazgatózni! Jó, akkor majd itt megvágjátok. Olivia, most ezt szórakozol velem? A szívem magáért! Új, sajók! Én a kórházom a gyerek, tehát... Olivia, folytathatjuk! Szóval, igen. Annyira fura, mert én azt megszoktam, hogy a tanteremben beszélünk, hogy itt abban a kis karikába kell. Igazgatom, hogy fantasztikusan tetszett lenni. Ilyen szép ja. Beszélt. Dominik, ne tudod már túl, tényleg. Nem igazgatom azt, hogy én esküszöm, nem tudom túl sem. Ilyen jól még a Júli sem mondta volna. Júli? Te mi van Júlival te? Nem tudom. Valami már? Ja, nem. Tudja, igazából, tehát a Julival mi már egy jó ideje. Húzzuk, nyúzzuk egymást, és... De, na, várj. De semmi évek óta, tehát... Ne, igazából azt mondja, igazából, tehát őt már el kellett felejtenem. Tehát nem volt meg az a székre. De képes voltál elengedni, vagy még mindig benned van? Tudja, igazából azt mondja, most már képes voltam. Nagyon biztos volt. Teljesen. Na jó. Bocsánat, folytassuk, jó? Hogy akkor forog újra? Persze, már is indítom a kamerát. Egy fél másodpercet. Köszönöm. Na, szóval... Mindjárt. Kösz. Tehát én azt kérem tőletek, és azt tanácsolom, hogy tegyetek meg mindent, hogy megmutassátok mindazt, amit 4 év alatt megtanultatok. És ha bármilyen gondotok, problémátok van, akkor forduljatok hozzám és kolléganőimhez is bizalommal. Igazgató asszony! Állíts le! Olivé, mondja! Mi a baj? Nekem van egy nagyon nagy gondom. Igen? Na. Hát sajog magáért a szívem! Olivé, ne ripacskodj már! Tessék, fújj az orrom. Igen. Te nem nézed a tévét, vagy az internetet, hogy vigyázom a fertőtlen időt is? Jaj, Istenem! Ne kölj rám, könyörgöm! Bocsánat csak, hogy... Mit szeretnél? Én nem látom a kukáját, hogy esetleg, hogyha kitobnál, vagy... Te azért nem vagy kamászod a kisfiam. Hát nem tudtam, hogy mégis nem jártam még eddig. Ott van a kuka, vidd oda. Jaj, bocsánat.
Köszönöm, és légy szíves, add ide, mutasd a kezed. Fújj le. Na, jó. Hát sose lesz, éjszakáig fogunk még ezen. Drága igaztató a szemben. Hát a maga készfeltétlenül ilyen teljesen más illata van, hát mert tényleg... Hagyjuk már abba ezt a viselkedést, én ezerszer elmondtam neked, hogyha legalább egy szemennyi tisztelet lett volna benned, akkor nem találkozunk ilyen gyakran itt az igazgatói irodában. De igazgatónő, hát annak oka van. Olivier! Olivier, most már elég lesz. Próbáld ezt itt a türelmemet, én... Nekem nem kell május 4-én érettségiznem. Ti fogtok érettségizni. Igazgatóasszony, mi nem szeretnénk, csak valószínűleg Olivier egy kicsit okay, zavar. Szerintem azért, hogy fel tudjuk venni, akkor légy szíves, üljetek ide. Oké. Okay. Márina, meg is! Na, jó, ne forog ki, köszi. A fegyelem szó, azt nem tudom, hogy megvan így érettség előtt? Hierarchia. Én tanultam középiskolás koromban latinul. Egy évig. És néhány szentencia megmaradt. Most az egyiket meghoztam veletek. Quod licet jovi, non licet bovi. Megvan? Ezt látom. Szóval, amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Ez átment? Halleluja. Jó. Muszáj. Muszáj. Azt el kell, hogy fogadjátok egy iskolában, egy munkahelyen. Még otthon is, megosztom veletek, nekem is ugrál mindenki a fejem otthon, a fejemen otthon. De muszáj legyen egy hierarchia, kell, hogy legyen egy rend. Kell, hogy legyen egy rendszer, mert csak abból lehet létezni. Egy nagyjából jól működő közösségben, osztályban, egy országban is, az fontos, hogy legyen rend, legyenek szabályok. Annyi ház, ahány szokás. Ez most szerinted ide kapcsolódik? Gondoltam, hogy valami okosat én is megosztanak, inkább csendben maradok. Az jó lesz. Igazgatónő, engem nem hagy nyugodni ez az előbbi gondolata itt a... Mit mondott? Ilyen marsos... Boleó, kisökör... Volt benne valami, igen, marhás volt. Segítek, ez a quod licet jovi, non licet bovi. Oh, hát és akkor azt, hogy non scola et vitae discimus. Meg veni vini vici. Na, hát így. Nem vagyok ugyan igazgatónő, de el kell, hogy büszkelkedjek vele, hogy az én kedves Dominik barátom, akármennyire is nem a nyelveknek a nagy tudója. A németé, igen. Hát, te ezt nem is tudtad, te beszélsz németül? Ány kicsikét beszélek, já. Út az érettségire már egészen. Snell, gyorsan kifogják majd és az angolal mi a helyzet? Na hát... Járvizsgat középfokú? Hát, ne is mondja, hát szegény Dominik barátom, abszolút, semmit nem, de egy szót sem. Megkérdezte valamelyik nap itt a körúton az egyik emberke, hogy sorry, nem tudom, erre-arra akarok menni, Dominik, azt se tudtam erre nézzen. Hát azt se tudtam, milyen nyelven beszél. És jó. Akkor odaszálltam. És te hogy te? Igen, mint egy őrangyal köré buktam, és azt mondtam neki, Dominik. Hát nem beszélsz külföldiből. Hát majd megtanítalak. Ne félj, először én is. Hát tudja igazgatónő milyen az, amikor nem tud az ember semmilyen nyelvet rendesen beszélni. Try to amaze your English teacher. I'm sorry. Oké, okay, na, akkor folytatok ki. Forog a kamera? Oké. Okay. Beszéljünk egy picit, és majd kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Az online tanulásról. Érdekel, hogy ti mit gondoltok? Hiányzik-e a személyes kapcsolat? Nekem rettenetesen. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy az ember életében legyenek olyan tanárok és pedagógusok, amit nagyon nehéz online módon azt a tapasztalást, azt a fajta érzelmi kötöttséget kialakítani, akire felnézel, és akire később emlékezni fogsz, és akinek vannak olyan mondatai, amit bőven középkorúan is majd ismételgetsz magadban, és lehet, hogy csak akkor fogod belátni, hogy mennyi mindenben igazuk volt. Ki a kismars, ki a nagymarha? Ezt most akkor vágjátok ki. Azért nem hisz neked benneteket. Bocsánat! De tanárnő, neked teljesen belégódott ez a quod liber... Jó, figyelj, na, álljatok le. Bocsánat. Álljatok le, tényleg nem fogunk végezni éjszakáig sem. Na, annyi baj legyen. Menjetek, túl közel vagytok egymáshoz. De csak egymáshoz.
Ezzel fognak lefolyni, hogyha még egyszer kötve szólsz, de komolyan mondom. Az fáj. Na, szépen. Akkor foroghat? Mert... Jó. Szóval, kedveseim, most mindannyiótokhoz szólok. Ha bárkinek bármilyen észrevétele van, akkor azt kérlek, hogy jelezzétek felém most, vagy ha van kérdésetek, akkor azt tegyétek fel. Jeanette? Mi van akkor, hogyha nem lesz elég időnk felkészülni? Dominik? Mi van akkor, hogyha valaki annyira fél a járványtól, hogy konkrétan nem mer kilépni az utcára, így hogy fog eljutni érettségizni? Igen. Juli? Mi van akkor, hogyha közösen szeretnénk készülni valakivel, azzal találkozhatunk? Oké. Rozi? A férjünket csak találkozhatunk ebben a helyzetben is, nem? Ó, Oliver, kapálózol, mondd. Úgy kérlek, húzd magad. Na jó, ez most nem tudom, hogy jó. Igen. Bende! De azért jobb, ha tartjuk a távolságot a biztonság érdekében? Rendben. És Barbie, még látom, hogy te is... Igen, mi lesz akkor, ha valaki a többiek miatt nem tud felkészülni, vagy esetleg ott helyben koncentrálni? Jó, köszönöm. Köszönöm, srácok. Szóval ezek azért nagyjából egy kivételen értelmes kérdések voltak. Jeanette, azt azért ugye tudod, vagy ahogy ti szoktátok mondani, hogy vágod, hogy nem a következő néhány napban kell... Tehát nem a következő néhány napban kell felkészülnötök, hanem az elmúlt 4 évben megszerzett tudásról kell majd számot adnotok, május 4-től. Dominik, te azért egy ilyen korai stádiumú hipó vagy lassan. Hipohonder, aki fél kimenni az utcára. De azért a családotokban csak van valakinek autója, vagy a szomszédnak. Jó, hát akkor fölöslegesen nem kell mászkálni, be kell tartani a szabályokat, és az érettségére is megkérsz valakit értelemszerűen, hogy kocsival hozzon ide. De azt látom, hogy csak egy dolgot mondanék amúgy, Dominik, már megint, de komolyan, 3 utcára lakik az iskolától. Jó, csak ennyit mondom. Jó, de ha fél kilépni, akkor... Szégyen. Akkor valaki kocsival hoz. Vegyél föl maszkot, vegyél föl szemüveget, és fölöslegesen ne parázd ki. Jó. Vagy vedd föl kedvenc ruhádat, a nagy kukásságot. Te meg vedd föl a kedvenc csendben vagyok poszt közben. Júli, te voltál, ugye? Igen? Arról már beszéltünk meg, hát úgyis online folyik a tanítás, online tanultok, és online tudtok kapcsolatot tartani egymással, a barátaidokkal, de ezt az időszakot praktikus lenne, hogyha arra használnátok fel, hogy felkészüljetek igen alaposan az érettségére, és nézzétek át a kiadott tételeket, dolgozzátok ki akár együtt, ez segítséget jelentett mindötöknek. Rozi és Benne, hát ez természetes, hogy egy házas pár az még jó, hogy tartja a kapcsolatot, és közösen tudtok készülni. Kedveseim, kedves diákok, van még valami, amit nyomatékosan el szeretnék mondani, tehát nem kötelező most érettségiznetek. Ha úgy döntötök, hogy hasznos lenne, hogy a nyáron felkészüljetek és tovább tanuljatok még, akkor szeptemberben vagy októberben ismét megtehetitek. Addigra véletlenül rendeződik a helyzet. Hogy... Csatlakozom! Elnézést! Dominik, már az érettségitől is elpártolsz? Hogy mi? Ezt most nem értem. Rád sem ismerek már komolyan. Ezt tényleg csúcsa, mert barban egy gyerek. Igen? Akkor látom, hogy a sűrűség is egy helyre megyelek fel minket. Látszik, hogy ezt mennyire sajnálod, Bende. Mikor vagyunk? Mi? Hol vagyunk? Oliver, jól vagy? Mert most még a szokásosnál is furcsábban viselkedsz. Oda! Oda! Zsani, jobb lenne, ha te is inkább csatlakoznál az ösztel érettségizőkhöz. Végül is, az még 3 óra. Természet, hogy azt elműtönöm. Ennél kedvesebb már nem is lehetnél. Szerintem is
Szerintem nem neked kellene megmondanod, hogy mennyire egyébként a férjed, jó? Miért nem kérdezzük meg tőle? Mit mondtál? Srácok, figyeljetek már! Össze kell tartanunk ebben a helyzetben. Juli, ezt most nem szeretném, hogyha félreértenéd, de egyet értek veled. Miért érteném félre? Hát a múltkori miatt. Ó, tényleg nem is mondtam, mit történt, miután ott voltak. Gyerekek! Ne a hülyeségen járjon már a fejetek, az eszetek, ha nem tudom, össze-vissza beszélek, de a vizsgákon. És nem egyszer mondtam, hogy nem én fogok vizsgázni, hanem ti. Széjjel hasítok mindenkit, aki nem figyel, kedves pipásik! Oliver, ülj már le! Én azt hiszem, hogy eddig elég nehéz voltam veled. Nagyon vicces, hogy mondhatom. Figyelj csak! Holnap szeretném, hogyha bejönne az édesanyád, és beszélni akarok vele. Vagy hívjon föl telefonon, világos? De az igazgatónő nem tudja, hogy az Oliver anyukája ő. Mi van az Oliver anyukájával? Mi van vele? És szórakoztam. Én nem tudom. Mi van? Hát, hogy az Oliver anyukáját elvitték a kórházba, mert megfertőződött. Most hülyéskedte? Fú. Most már legalább megértem, hogy miért vagy idiótább a szokásosnál is. Na, mi? Szerintem ez nem csak róla mondható el, de neki legalább oka is van rá. Hallod? Átnyúlok érted a telefonon keresztül! Mi a húgykő korszak van itt, p***, meg hát hogy a f***? Hé, vende! Most el lehet találni, de szerintem ez az egész, ez totál jösség, bármint, hogy megkapcsoltam a nevetőszállat, látom, hogy a csirke van, akkor van a csirke szállat. Nem hiszem el, hogy miért, tehát egy mindenki mondja, hogy ez túl drága, mert mindenki. Így láttam az áruvá szólapja, hogy 1300 euró. Ezek szerint kolonási van! De az komolyan. Lehet itt nézel, hogy itt a megkapom, és azt, hogy itt látom, hogy a csirkefarát, az ezer rá. Nem belát senki ezzel az egészséget. Szerintem tényleg totál. Hagyjátok, a könyörgő! Lehet, nem is értem. Oliver! Mikor tetted ezt, hallod? Úgy tudom, hogy 3 napja akkor beszéltünk vele utoljára, azóta nem tudom elérni. 3 napja? Tényleg aggódom. Szerintem valami baj van. Lehet, hogy nem írja ezt az egészet feladatot, vagy valami ilyesmi. Olivier. De ez most tényleg megtörtént? Mármint, hogy nem lehet, hogy csak egy újabb csíny, amit kitalált, azt át akar minket verni, vagy valami? Olivier! Nem történhet meg, tehát most őszintén meghívásunk rá, hogy megtörtént. De gyerekek, velünk is bármi megtörténhet! Gyerekek! Az a baj, hogy ez bármivel, bárkivel, bárhol, bármikor megtörténhet. Igen. Nem tudsz úgy elmenni valahol, hogy ne kapjon el téged. Megfognak, elfognak, és bevisznek téged. És nem tudsz ezzel ellen tenni semmit! Kérlek, kérlek, kérlek benneteket, nyugodjatok meg! Van, amikor bevallom, hogy én is félek, és nekem is volt az ismeretségi körömben, de figyeljetek rám egy picit. Jó? Így vagytok? Igen. Zsani, szokd már be a szíret! Figyeljetek egy picit, kérlek! Oliver! Ne csináld! Figyelj csak, az anyukád még fiatal. Tudtom, hogy nincs semmiféle szervi baja. És nyilván mindent meg fognak tenni azért, hogy ő meggyógyuljon. Nem tartozik még a veszélyeztetett korosztályhoz. Én azt kérem tőletek, hogy figyeljetek oda mindenre, egymásra. Lehet, hogy már unjátok és hülyeségnek tartjátok, de tényleg fontos, hogy alaposan mossatok kezet. Szinte minden háztartásban van már fertőtlenítő, azt használjátok. Ha utcán, vagy közösségbe kell mennetek, akkor ezt ritkán tegyétek meg. Szabad levegőn meg, akinek módjában van, én azt javaslom, hogy tartózkodjatok, és hogy foglalkozzatok igazából ilyenkor most magatokkal. Kezdjétek el egy picit befelé figyelni,
És azt nyilván halljátok, hogy nagyon sok betegségnek az az alapja, hogy a stressz kiváltja, legyengül az immunrendszer, sokkal hamarabb elkapsz bármit. Ez most egy csendesebb időszak, nyilván nektek, akik érettségére készültök, ez fokozottan megterelő. De én hiszek abban, hogyha segítünk egymásnak, odafigyelünk magunkra, és betartjuk ezeket az úton útfélen hallott szabályokat, akkor higgyétek, hogy nincs semmi baj, és higgyétek abban, hogy lehet, hogy becsúszott, egy kicsit szigorúbb voltam, lehet, hogy kaptatok néhány beírást, de számíthattok rám, nagyszerű pedagógusok kezében vagytok, és számíthattok egymásra is. És akkor együtt sikerülni fog. Na, föl a fejjel mindenki. Oké, srácok? Bármi lesz is. Na, figyeljetek! Nagyon szép volt, hogy ezt betölni. Tessék, szívem! Nagyon szép volt, most már egyből jobb kedvem lesz. Na jó. Nyilván nem oldódik meg könnyen most. Na, figyeljük egymásra. És tényleg azt kérem mindenkitől, hogy tanuljatok sokat online, és segítsetek egymásnak a felkészülésben. Aki meg úgy érzi, hogy nem tartott, akkor szeptember vagy október. Rendben? Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Te pedig végezzel egy tesztet! Jaj! Most már aztán elég lesz Dominikat, az egyfolytában hipohonderkedsz össze-viszed. Aztán az ember törölte az orrát, na. És rám szólsz. Komolyan? Lehagy tisztel! Nézd meg! Dominik, most... Oliver, most akkor jól vagy? Micsoda, én lennék jól, persze. Hát eddig se értettem, hogy mi volt a probléma. Nincsen vége akkor a hívásnak? Nem, lassan. Haló? Nem tudom, most akkor... Figyelj, valaki mondja már meg, hogy most mennyi a csirkefarhát. Haló? Vízé, gyerekek. Én nem látom a bendét, esküszöm. Szerintem már lerakta.